Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manea vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Kínai asztrológia. Április a sárkány hónapja. Honismeret napja. Hagyományápolás. Beszélgetés dr. Gesztes Jenikővel. Nagy bársony. Egyedülálló műtárgy a Vosinski Mór Múzeumban. Babits Mihály Kulturális Központ. Berlinger Attila műsorajánlója. Jelentősnek ígérkezik az április a kínai asztrológia szerint, hiszen Yangfa sárkány évének sárkány hónapjába lépünk. A tudnivalókról számolt be Molnárné Gyürki Erika asztrológus. Az asztrológus ismertette, sokan tartanak az április hónaptól, pedig nem kell féljünk, hiszen a kínaiak a sárkányt rendkívül szerencsésnek tartják. Abban az esetben, ha nem tudjuk, hogyan oldjunk meg feladatokat, akkor tájékozódjunk, és ne halogassunk az utolsó pillanatig. Az április változásokat hozhat, jelentős lesz a mentális erőnk, és egyedül is boldogulni fogunk. A sárkány hónapjába lépünk, két sárkány lesz a hónapban, április 4-től, és ráadásul ez a másik sárkány, Yangföld sárkány. Tehát a Yangföld és a Yangfa azok a kínai asztrológia szerint ütköznek egymással, illetve a hónap kutyanapon indul, Yangföld kutyanapon indul, és a kutya és a sárkány is ütközik egymással. Mit jelenthet ez? Ezt az energiát úgy kell elképzelni, mint amikor ismeritek ezt a gyerekmondókát, hogy egy hegy megy, szembe megy a másik hegy. Hát körülbelül ott van ez a két hegy, a Yangföld kutya, amilyen napon indul, és a Yangföld sárkánynak az energiája. És a kérdés csak az, hogy mi a két hegy között hol helyezkedünk el mi magunk. Tehát, hogy mi vagyunk a király kisasszony, akit a sárkány fölvitt a hegyre, hogy megváltoztassa az életét. Mi vagyunk a sárkány, aki felülről átlátja az egészet. Vagy mi vagyunk a kutya, aki a tudatalattit uralja, és az alvilágnak az energiáit. Ez ugye múlik a szemléletünkön is. Viszont, hogyha két hegy közé szorulunk, akkor ott torlódik a föld, és nem tudunk mozdulni sem erre. Tehát, ha beszorítjuk magunkat helyzetekbe, akkor abból nagyon nehezen tudunk kijönni. Ez a Yangföld energia egyébként is nagyon stabilitásra törekvő, béketűrő, nagyon sokáig tűr kedvezőtlen helyzeteket is, pont azért, mert nem szeret változtatni. És amikor ez a két hegy szembe megy egymással, akkor eljött a változás ideje, mert vagy ott ragad, vagy ki kell lépjen belőle. Ahhoz viszont, hogy kilépjen belőle, sokszor földrengés energia kell. Tehát ezt lefordítva hétköznapi nyelvre, nagyon sokáig tudjuk halogatni a problémákat, csöpörgetjük be a szőnyeg alá, és akkor egyszer csak a sárkány felbőszül, felrobban az agya, és mindent lerombol maga körül az összes akadályt. Az első tanácsom a sárkány hónapjára, hogy beszéljük meg a problémákat akkor, amikor azok felmerülnek, ne halogassuk, ne söpörjük a szőnyeg alá. A második tanács, hogy tanuljuk meg uralni az indulatainkat, hiszen azok az indulat kitörések, amiket ez a hónap generálhat, ezek később, tehát ezeket az indulat kitöréseket, amiket ez a hónap generálhat, később megbánhatjuk. A hónapnak a gazdasági hatása is jelentős lehet. Tudjuk, hogy háborúk vannak a világban, amik erős hatással vannak a világgazdaságra, a Szuezi csatornán történtek, a konténeres szállításoknak az ellehetetlenülése, sőt, mi több, Putyinnak is kutya és sárkány energiája van, és valószínű, hogy az ő hónapja is elég jelentős lesz ebben az évben. Tehát mondhatjuk azt, hogy ennek az évnek ez lesz az egyik legjelentősebb hónapja, mind társadalmilag, mind gazdaságilag, mind egyénileg. A következő ilyen nagyon jelentős hónap az október lesz majd, amikor pedig megjelenik a hónapban a kutya energiája is, amit már tudjuk ugye, hogy ő lakik az alsó barlangban, míg a sárkány fönn a hegy tetején, és szemben áll az akarata a sárkányéval. Viszont van jó hír is ebben, mert amikor a sárkány és a kutya energiája is jelen van, akkor látjuk a dolgokat fölülről is. Nagyon jók a megérzéseink. Remek ötletek juthatnak eszünkbe.
Rálátunk az emberek tudatalattiára is, rálátunk az emberek motivációira, rálátunk sok mindenre, ami esetleg eddig a fátyol mögött volt számunkra, és könnyebben átlátjuk a dolgokat. Lehetnek tehát ebben a hónapban nagyon komoly felismeréseink, mind a társadalmi ügyeket, mind a saját életünket illetően. Akkor tesszük jól, hogyha ezeket a felismeréseket, ezeket alkalmazzuk, levonjuk belőlük a konzekvenciát. Társadalmilag is jelen van ez az energia, amit már kifejtettünk. Ott van például a bekövesedett oktatási rendszer, ott van az egészségügyi rendszernek a problémája. Amikor két sárkány van a horoszkópban, ezt úgy nevezik, hogy sárkánytükör, akkor fokozottan előkerül az egészségnek a kérdése. Tehát társadalmilag most nagyon oda kell figyelni például a szűrésekre, a cukorbetegség szűrésekre, a rák szűrésekre, és úgy általában az emberek egészségére. Ezt a cégvezetőknek is mondanám, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a munkavédelmi előírások betartására, és a munkavállalók egészségére. Ebben a hónapban ugyanis történhetnek olyan furcsa dolgok, mint amikor például a gyerek belekap az indítókulcsba, és az autó elindul hátrafelé, és Isten tudja, hol áll meg, és hiába kiabál segítségért, mert akkor, ha az a folyamat elindult, nem tudod már megállítani. Tehát olyan történések lehetnek, olyan folyamatok indulhatnak el, amiket nem tudunk már megállítani, tehát jobb, hogyha megelőzzük őket. Zárásként azt tanácsolnám mindenkinek, hogy ismerjük föl a saját erőnket, használjuk a saját erőnket, ne várjunk segítségre. Nézzük meg a dolgokat a másik ember szemüvegén keresztül is. És ha valamilyen ötletünk, sugallatunk támad, azt feltétlen írjuk föl, mert a jövőnk szempontjából fontos lehet. Április 10-e lehet a hónap legjelentősebb dátuma, hiszen ekkor négy sárkány is jelen lesz a napban, illetve megismétlődik az évnek és a hónapnak az energiája is. Dr. Gesztesi Enikő, a Honismereti Szövetség pedagógiai munkabizottságának elnökével beszélgettünk. Céljai között szerepel a hagyományok őrzése a fiatalabb generációk számára. Ennek szellemében tartották meg a Honismeret napját is a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Bezérédi István Technikumban. Dr. Gesztesi Enikő beszélt az Egyesület történelméről, működéséről. Az Egyesület 17 fővel jött létre 1992-ben, ahogy említettem, a Tolna megyei levéltár épületében, és hát azóta egy 125 fős egyesületté bővültünk. Három elnök határozta meg eddig az Egyesület életét, dr. Szilágyi Mihály, aki két évvel ezelőtt hunyt el, Kacián János, aki az Egyesületnek 20 évig volt elnöke, és én vagyok most jó magam harmadik elnök. Az Egyesület, én azt gondolom, ezt szokták róla mondani, és ezt is gondolom, hogy tulajdonképpen dinamikusan fejlődik. Meg tudtuk azt tartani, hogy az idősebbekkel tartjuk a kapcsolatot, ők alapították meg, ugye, ahogy említettem, most már több mint 30 éve az Egyesületet, ők most már idősek, tavalyi évben 8 egyesületi tagot veszítettünk, viszont igyekszünk azt az utat követni, hogy az Egyesületnek meg kell újulni, hiszen 50 év múlva is szeretnénk, hogyha az Egyesületünk létezne, mozogna és tudna tenni lokálpatriótaként a közösségért, amiben mi tulajdonképpen élünk. Ez pedig Tolna megye. Számos településen vannak tagjaink, szinte azt lehet mondani, hogy minden városban, 25 községben, városban vannak, léteznek és működnek, és nagyon fontos, hogy működnek egyesületi tagjaink, részt vesznek az ottani értéktár bizottság tevékenységében, programokat szerveznek nap mint nap. Azt gondolom, hogy nagyon jó partnerséget sikerült kiépíteni Tolna megyében. Ezt mutatják azok a programok, amelyekről majd később szeretnék beszélni, hogy gyakorlatilag bárhova fordulunk, mindenhol csak segítséget kapunk. Partnereink azok az intézmények, amelyek Tolna megyét meghatározzák kulturálisan. Ide tartozik a Wosinski Mór Múzeum, ide tartozik a Zs. Gyula könyvtár, meg kell említenünk a Tolna megyei levéltárat,
az ő vezetőik egyesületi tagjaink. Én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy ők mindenképpen belépjenek az egyesületbe, hiszen ezzel valahol vállalják is ezt a tevékenységet, amit velünk együtt folytatnak. Nagyon szeretném kiemelni, mert egy új színfolt az elmúlt időszakban a PTL-KPVK dékányával, dr. Szécsi Gáborral felvett kapcsolatunk, és hát itt gyakorlatilag szerződés idézőjelben is kötetett, hogy mi összetartozunk, és a Szülőföld Akadémia programunk az egyetem karával együttesen valósul meg. És még egy intézményt szeretnék kiemelni, ez pedig a Babits Mihály Kulturális Központ, amely helyt ad a rendezvényeinknek, és hosszú-hosszú évekig volt egy általános iskolás vetélkedőnk, amelyet ez év októberében fogunk feleleníteni, felújítani. Szerencsére nincsenek egyedül, sokan támogatják a szervezetet. Az országos ifjúsági akadémiákat szeretném kiemelni, a nagy országos akadémiák mellett, amit szintén háromszor tartottunk, az ifjúsági akadémia pedig tavaly volt, tavaly tartottuk nyáron, 83 résztvevővel, és Bonyhád volt most a központ. Általában Szekszárd szokott lenni, és most már úgy ítéltük meg, hogy valahova máshova is szeretnénk kivinni a rendezvényt. És amit itt szeretnék megemlíteni, és ezúton is megköszönni, hogy a rendezvény nem tudott volna most országos támogatásokból megvalósulni, úgyhogy 31 támogató, vállalkozó, önkormányzat, nyomda, például a Séd nyomda is nagy segítségünkre volt, úgyhogy ez számunkra egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt, hogy tényleg akárhova fordultam, bárkit kértem valamilyen pénzbeli vagy egyéb jutatással támogatott bennünket. Az egyesület által szervezett rendezvények egy logikus láncolatra vannak felépítve. Kezdünk februárban a Béri Balogh Ádám megemlékezésre, sőt azt lehet mondani, hogy február 6-án és szeptember 2-án Béri Balogh elestének a napján, illetve a kölesdi csatának a napján tartunk mindig megemlékezést, és felújítottuk az elmúlt időszakban több társszervezővel, illetve Bognár Cecil Gyula tagtársunknak az irányításával a Béri Balogh Ádám emlékművet. Létrehoztunk ott egy parkot, és én ezt azt gondolom, hogy nagyon fontosnak tarthatjuk. Március 15-én elmennek a gyerekekkel az Alsóváros és Újvárosi temetőbe, igyekeznek azt rendbe hozni, gondozni a sírokat. Nem csak a jövő, a jelen, hanem a múlt is nagyon fontosnak kell lenni az életünkben. És ekkor ünnepi megemlékezések szoktak lenni, az idén március 12-én volt a megemlékezésünk. A következő nagyon fontos esemény, ami tulajdonképpen néhány nappal ezelőtt zajlott, ez a Honismeret napja. Kapcsolódunk az országos rendezvénysorozathoz. A Honismeret napja minden évben jelentős esemény, idén a Tolna vármegyei szakképzési centrum Bezerédi István technikumban tartották meg. Az iskola szép műsorral készült. A megemlékezés során, illetve a gyerekeknek szánt program során először megemlékezünk Bél Mátyásra, aki a honismereti mozgalomnak tulajdonképpen az nagyapja, ősapja, és március 24-én született, immár 340 éve, ő egy polihisztor volt, író, földrajztudós, történész, lelkész volt, tehát egy nagyon sokoldalú életet követett. Ebben az évben én emlékeztem meg róla, majd pedig az adott intézmény tanárai, dolgozói adják elő, ismertetik az elmúlt időszak kutatásait. A rendezvényt előadások és bemutatók színesítették. Varga Mihály a Tolna megyei halászatról, Orbán György szintén mind a ketten
az iskolának a tanárai, és Orbán György pedig Baka Istvánra emlékezett, aki 75 éve született tavaly, és most szerettünk volna megemlékezni még egy éven belül. Majd pedig diákként két garaista tanítványom mutatta be kutatásait, amelyek ebben az évben a Honismeret című folyóiratban megjelenhettek. Egyikőjük a szekszárdi dűlő történetekkel foglalkozott, a másik pedig Dunaszentgyörgynek a legendáival, ha szabad így fogalmazni. Minden év októberében köszöntik díjazottaikat, az egyik fontos elismerésük az Egyed Antal díj, de nem ez az egyetlen. Ezen kívül itt osztjuk ki az országos díjainkat is. Szeretném megemlíteni, hogy a Honismereti Szövetségnek van egy nagyon híres díja, ez pedig a Bél Mátyás díj, ez a legnagyobb díj. Ezt az egyesületünkben most már hatan érdemelték ki, és tavaly dr. Szőcs Zoltán kaphatta meg. Fontos munkájuknak tartja a Honismeret folyóiratot, aminek tartalmát diákok is formálhatják. Taktársaink, és mint említettem, diák, nagyon híres diákmunkákat is megjelenthetünk a Honismereti Szövetség jóvoltából, és amire nagyon büszke vagyok, ebben az évben, januárban kiadták az első számot a Honismeretből, és két tanítványomnak a munkájában megjelenhetett, amit tavaly az akadémián adtak elő, és csak ez a két munkája lehetett meg az ottani 24 előadásból. Gesztesi Enikő kifejtette pontosan, mit is jelent számára a Honismeret, és milyen céljai vannak. A Honismeret számomra a hagyományok őrzését jelenti. Ez a legfontosabb szó. A hagyományok őrzését, a lokálpatriotizmus kialakulását, kialakítását, hiszen ebben nekünk nagyon nagy szerepünk van pedagógusoknak. Szoktam mondani, hogy a pedagógus szó az egy görög szó, görög szakos is vagyok, a pájsz a gyermek, az ágó pedig a vezetni. Mi vezetjük előre a gyereket. Ha vezetjük, akkor a gyerekek arra fele fordulnak, és nem csak a mobiljukat forgatgatják, hanem értelmes célokat tudunk nekik állítani, eléjük tenni. Igyekszünk bemutatni azokat a településeket, amelyen élnek, igyekszünk feléjük programokat közvetíteni, előadásokra járunk, előadókat hívunk meg, önmaguk adhatnak elő, önmaguk kutathatnak, és én ezt 12 éve kialakítottam, a Szekszárdi Garai János gimnáziumban működik egy honismereti szakkör. Nem is én kezdtem el, hanem Zentai András címzetes igazgató úr. Aztán volt, amikor ő nyugdíjba ment, akkor volt egy pár év kihagyás, és akkor utána kezdtem el ezt, és én ezt nagyon fontosnak tartom. A gyerekek járnak ezekre az alkalmakra, nem biztos, hogy mindenki azon a délután ott tud lenni, amikor foglalkozást tartok, de akkor eljön egy hétvégi programra, eljön egy előadásra, eljön egy megnyitóra, kiállítás megnyitóra. Tehát ez egy szellemi közösség, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, ahol ő megnyilvánulhat, ahol ő kutathat, és ahol értelmes dolgokra irányítjuk a figyelmet. Nagyon érdekes volt pár évvel ezelőtt megfigyelnem, mennyire nem ismerik például Tolna megyét. Tehát lehet, hogy Dubajban járunk, lehet, hogy Amerikában kötünk ki, de lehet, hogy Tolna megye közösségeit nem annyira ismerik, mint amennyire kellene. Úgyhogy kirándulást szoktam nekik szervezni évente, és itt is nagyon sok támogató járul ahhoz hozzá, hogy ezt mi meg tudjuk valósítani. A Vosinski Mór Múzeumban megtalálható Minorics Jánosné által készített nem mindennapi látványnyújtó nagybársony, az ékes fejdísz aprólékos és időigényes munka gyümölcse, amit ott létünk alatt nem győztünk csodálni. A múzeumi hónap műtárgya a sárközi nagybársony, amely Öcsényről származik, illetve konkrétan ez egy nagyon szép régi nagybársonynak a reprodukciója. Amikor eldöntöttük, hogy kitesszük ezt a reprodukciót így a hónap műtárgyának, két fontos dolog vezérelt minket. Az egyik, hogy szerettük volna bemutatni azokat az alkotókat, Tolna megyei alkotókat, népi iparművészeket, ez egy sorozaton belül, akik a mai napig is sokat tesznek és sokat tettek régebben is a sárközi népművészetnek a fennmaradásáért és visszatanításáért.
Másrészt azért is tartottuk fontosnak, mert ennyire szépen megmaradt teljes, ép nagybásony tulajdonképpen nem volt a gyűjteményünkben. Pártát elkészítő Minorics Jánosné Szűcs Julianna, ahogy mindenki ismeri egyébként, Juliska néni, egy országosan elismert alkotó, népi iparművész. Ezért is tartottuk ugye fontosnak, hogy róla is egy kicsit beszélni lehessen. Juliska néni 1945-ben született Sárpilisen, és a házassága után a 60-as években Őcsénybe költözött, illetve az egész életét ott élte le. Az 1970-es években egy nagyon megbecsült és elismert tagja volt a Sárközi Háziipari Szövetkezetnek, ahol ő szövőként dolgozott, és 2001-ben, amikor a Népi Iparművész címet megkapta, ő szövőként, rost és rojtkötőként szerezte meg. Tehát tulajdonképpen az elmúlt 50 évben folyamatosan zsűriztette a munkáit, és adta be a művészetek a hagyományok házába a megméretetésre és bírálatokra. A 70-es években, a szövés után kezdett el Juliska néni foglalkozni a sárközi népviseleti darabokkal, tehát népviselet alatt értem itt a teljes ruházatot, a röpikét, a szoknyáknak a javítását, a kötényeknek az elkészítését, és az ehhez tartozó, tehát a népviseletekhez tartozó kiegészítő darabokkal, ide ilyennek minősül tulajdonképpen ez a nagybársony is, a hozzátartozó hátpántlika, ilyen a lányoknak a nyakbodra, a férfiaknak a menyasz vagy vőlegényi kalapra tartozó dísze, illetve a különböző vőlegény bokréták. 1996-ban készítette el az első nagybársony, teljesen egy reprodukciót, ami rögtön abban az évben az Országos Népművészeti Kiállításon harmadik helyezést ért el, és azóta körülbelül 70 darab, 70 fölött tart azoknak a nagybársonyoknak a száma, amit Juliska néni meg elkészített. Hát maga a nagybársony az egyébként három részből áll, mindig is abból állt. Van neki egy első, egy homlokbársony része, van neki egy középső, ez nagyjából idáig tart, ez a hátsó rész. A középső rész, bocsánat, ez a középbársony vagy kisbársonynak nevezik, és az egészet erről a hatalmas hátsó részről kapta a nevét, a nagybársonynak nevezik, és ez az egésznek is lett tulajdonképpen a neve. Egyesével közelről megnézve azért látszik, hogy milyen elképesztő, aprólékos munkát takar maga az egész elkészítése. A nagybársonyon semmi sem véletlenszerű, minden elemének pontosan megvan a helye és a jelentősége. Mindig úgy kellett összeállítani a nagybársony színkompozícióját, hogy az harmonikus egységet alkosson önmagába is, illetve a ruhákhoz, amelyekhez ezek a nagylányok viselték, harmonikusan illeszkedjen. A középső részen kezdődik a piros szegfügg felrakása. Tulajdonképpen fokozatosan emeli meg az alkotó a nagybársonynak a méretét. Azt is érdemes tudni, hogy maga az egész, az három, mint a mai hajpántokon, három drót vázra van felillesztve, amit aztán a végén alulról, tehát ugye bélelni kell, hogy az ember fején elviselhető legyen és kényelmesen lehessen hordani. Alapvetően minden egyes háttérünk a nagybársonyra, a hátsó részére. A hátsó része is két részből áll, a legfeltűnőbb az óriási nagyszámú piros szegfű. A kivitelezés során a kezdőpont kijelölése is meghatározó. Az is fontos, hogy a nagybársonyt mindig középről indítják, ugyanis középről kezdik el rakni, hogy lássák a szimmetrikusságot és meg tudják tartani a virágoknak az arányait az elhelyezésben. Nagyon fontos volt ebben az időben, sokat raktak bele, nálunk egy gyöngyvirág található benne, de például a kék ne felejts is egy kifejezett kedvenc virága volt a lányoknak, és azzal is díszítettek, továbbá különböző arany rezgőkkel. Ezek régen ilyen drótszálak meg részszálakból készítették, ugye ezek ma már nem kaphatóak, tehát azért fontos tudni, hogy valamennyire az anyagoknak az eltűnése után új modern anyagokkal kellett dolgozni, illetve a mai napig azzal dolgoznak a népi iparművészek, illetve az alkotók. A nagybársonyt, amikor föltették, hátul is szinte teljesen, majdhogy nem takarta a fejet, szintén a hátsó részéhez tartozik, ez egy 7-8 centis fekete rakott selyemszalag, ami legyezőszerűen terül szét hátul a fejen, és a kettő között, tehát a selyemszalag és
a virágok közé teszik be mindig a különböző zsenília szálakat gyöngyökkel, és az úgynevezett speciális barkákra hasonlító beréket. Ez három szálat szoktak egyébként felfűzni. Ez is azért kellett, hogy amikor hátulról a lányoknak a fejét nézték, gyakorlatilag a díszesség, a kompozíciója megmaradt. Magának a nagybársonynak, illetve a virágoknak a tartásáról pedig a keményítés gondoskodik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a bekevert keményítőt ráfolyatják mindenhol végig a szirmokra, a virágokra, és egy darabig forgatni kell, amíg ez a keményítő egyenletesen eloszlik minden egyes sejem részleten, és utána ezt a tartást meg tudja adni ezeknek a nagybársonyoknak. Ez a színes, pompás fejdísz élőben is rendkívüli élményt nyújt, hangulatában és részleteiben is kivételes alkotás. Izgalmas és változatos programokkal várja kedves látogatóit a Babits Mihály Kulturális Központ áprilisban is. Az előttünk álló két hétben is rendkívül gazdag programmal készül a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ a látogatók kívánságait minden nagyobb teljességgel kielégíteni. Ezen a héten vasárnap egy nagyszerű gyermekprogramra invitáljuk a családokat, Kalap Jakab bábszínháza és gyermekkoncertje ország szerte ismert esemény. Egy kiváló saját dalokból álló bábkoncertet láthatnak itt délelőtt 11-kor a színháztermünkben. Jövő héten folytatódik örömünkre a Cinege Madár népdal és népzenei versenynek a két elődöntője. Hosszú-hosszú évek hagyományaira visszatekintő programról van szó. Hétfőn és szerdán 8-án és 10-én itt fognak a legjobbak megmérkőzni, akik aztán majd a döntőnek a szereplőit is adni fogják. Folytatódik kedden a Kultúrkortyok Szabad Egyetem, ezúttal egy azt gondolom mindannyiunkat érintő téma a táplálkozás lesz, mégpedig a gluténmentes diéta és az ezzel járó étkezésnek a témáját járja körbe egy kiváló dietetikus, Müllerné Takács Viktória. Azt hiszem lassan már minden családot érinti ez a nevezzük problémának, vagy inkább ez a megváltozott helyzet, úgyhogy értékes tapasztalatokat és tanácsokat kaphatnak a hozzánk érkezők. Folytatódik a Múzsa bérletünk a Szibériai csárdás című színházi darabbal, április 9-én kedden látható a színháztermünkben, és hát jövő héten egy számunkra is nagyon fontos országos ünnepség, ugye a költészet napja, is elérkezik április 11-én csütörtökön. Ebben az évben kortárs költők, írók érkeznek hozzánk, kiváló József Attila, Móricz Zsigmond és Kemény Zsigmond díjas költők, írók, akik egy kicsit a modern kori irodalmat is próbálják a fiatalsághoz közelhozni. Április 12-én szintén egy régi hagyományokra visszatekintő program folytatódik nálunk, az Éneklő Ifjúság, Bárdos Lajos zenei hetek keretében kiváló kórusokat hallhatunk itt a házban, és ennek a főszervezője Naszladi Judit hosszú-hosszú évek óta kiváló színvonalú produkciókat hoz ide a házban hozzánk. 12-én pénteken Bródi János érkezik hozzánk, ugye a hosszú-hosszú évtizedek óta ismert és elismert kiváló zenész tartja itt koncertjét nálunk, majd 13-án szombaton a Művészetek Házába térünk át, ahol egy kiváló szobrász művész, Kepenyes Pál a Napfény Szerelmese című kiállítását fogjuk megnyitni. Ő egy Kondoroson született művész, aki 1956 után Mexikóba telepedett le, és olyan elismertségnek örvend Dél-Amerikába, díszpolgára választották, Mexikó 100 leghíresebb emberévé is megválasztották, így magyar születése ellenére, és a mexikói becsületrendet is kiérdemelte, úgyhogy 13-án a Művészetek Házában megnyílik, és 14-én vasárnap egy picit szomorúbb, de igen fontos témájú eseménysorozatnak zajlik itt egy állomáspontja, a Holokausz 80 emlékév kapcsán botlatókövek elhelyezésére kerül sor, olyan városszerte ismert zsidó származású, sajnálattal elhurcolt és elpusztított emberek emlékének szeretnének az Izraelita Baráti Társaság és a város vezetői emléket állítani, amely felhívja a figyelmét, hogy egy ilyen esemény soha többet ne történhessen meg. Az intézmény honlapján minden program és információ megtalálható, melyet érdemes figyelemmel kísérni a www.szekszárdagora.hu címen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!